Sérülések és eltétások miatt erősen tartalékos összeállításban lépett pályára a Ferencváros otthonában a szombathelyi haladás nb 1 es labdarúgó csapata. A mérkőzésen végig nagy fölényben játszott a fővárosi gárda, és többször is csak a szerencse mentette meg a vasiakat a góltól. A 9. percben például Lamarck lövését is csak a kapufa hárította. Artner Tamás együttese azonban végig hősiesen védekezett, és így 0 0 ás döntetlennel térhetett haza. A haladás öt pontjával jelenleg a tabella 15. helyén áll. A szombathelyek október 5-én a nagy rivális Lombard Pápa együttesét fogadják majd bajnoki meccsen a Rohonciuti stadionban.